A pályaorientációs tevékenység nagyban segíti a gyermekek és a szülők számára is a döntést, amikor tovább tanulásról van szó. A megyei Iparkamara már hosszú évek óta különböző programokat kínál az általános iskolásoknak. Az Iparkamara pályaorientációs tevékenysége már az általános iskolában kezdődik, mivel a megfelelő középiskola vagy gimnázium kiválasztása. Hosszú időre befolyásolhatja a diákok jövőjét. A pálya orientáció felméri a készségeket, képességeket, segít az érdeklődési körök megismertetésében, annak érdekében, hogy az elképzelések és a realitások összhangba kerüljenek. Bereg megyében a kereskedelmi és ipar is szervez az általános iskolásoknak a kisvakony segítségével. A diákokat ennek keretében különböző cégekhez és vállalatokhoz viszik. Itt különböző szakmákkal ismerkedhetnek meg, interaktív játékokon vehetnek részt, és a termelési folyamatokba is betekintést nyerhetnek. A pályaorientáció fontos a tanév elején is. Ekkor többek között osztályfőnöki órákat is szerveznek az oktatási intézményekben, ahol a kamara szakemberei ismertetik a lehetőségeket a diákokkal. Vendégem a stúdióban a téma kapcsán a szabolcs megyei kereskedelmi és iparkamara pályaorientációs tanácsadója, Macskó Mónika, köszöntöm Mónika itt a stúdióban. Nem először beszélgetünk már Erről a témáról, hiszen egy folyamatosan zajló programról e, kell most pár szót ejtenünk. Engedje meg, hogy én az elején már is azt, azt kérdezzem, hogy nagyjából hányan segítik az önök munkáját. Tehát hányan vannak a kamarában olyanok, akikhez el tudnak mesteremberekhez, a szakma mestereihez látogatni? Sokan segítik a munkánkat. Szakképzőcentrumok, szakközépiskolák, cégek, kis- és nagy vállalkozások a multivállalatokig. Igazából úgy érzem, hogy ma a megyében nagyon sok vállalkozásnak fontos a jövő nemzedékének, a, a, a látásmódjának a jó útra terelése. A, ki emeltük itt a felvezetőben az általános iskolás korosztályt, ugye amikor pályaorientációról beszélgetünk, alapvetően mindig arra gondolunk, hogy már holnap pályát kell választani, és ez általában a középiskolásokat érinti, de őket már ugye nagyon. Persze úgy is lehet már orientálódni, hogy szakképző szakképzőiskolába, szakközépiskolába jelentkezik valaki az általános iskola végén, melyik korosztályra kell gondolni, ha az általános iskolásokat említjük? A kamarai pályaorientáció elsődleges célcsoportja az a 6., 7., 8. osztály. Általános gimnáziumi osztályokkal is van lehetőségünk foglalkozni, pontosan azért, mert esetleg aki nem felső oktatásban tanul tovább, az szakképesítés érdeklődés felé is ö, mehet, de jellemzően a 6., 7., 8. osztály. Ö, amikor én elkezdtem a kamarába dolgozni, még csak a 7., 8. dolgoztunk, és igazából a szülői és iskolai igény egyre inkább az, hogy minél korábban kezdjünk el orientálni, Nyolcadikban már ez a kapkodós ö, időszak van, hogy hova menjen a gyerek tovább tanulni, akkor nem nagyon lehet mélyíteni információkat. A hatodik, hetedik év az, amikor szerintem még a döntésüket van idő előkészíteni, még van idő rajta rágódni, van idő mélyülni, már a nyári szünet előtt is, tehát hogy olyan információkat hagyni náluk, amit ők egyéni szinten, családi szinten is meg tudnak dolgozni. Szeptember végén járunk, ami két éregből is megközelíthető egy érdekes időszaka az esztendőnek. Mondhatnánk, hogy még most kezdődött az iskola, mindenki ott van a helyén, amit választott jó esetben. Viszont ez az a néhány hónap, tehát az év hátra levő része, amikor azoknak kell dönteni, akiknek meg a következő tanévben számít, hogy hova kerülnek, hiszen itt a jelentkezési papírok leadás az ugye mindig az év legelső időszakára igen. Esik. Tehát a pályorientációs rendezvények az őszi időszakban azért ö, túlnyomó többségben zajlanak, pontosan azért, hogy megkönnyítsük a pályaválasztás előtt állók döntését, vagy még megerősítést kapjanak esetleg, ha már valamilyen irányban gondolkodnak. De ö, a hetedik osztályosoknak is már lehetőséget ad a jövő évet tervezni. Az idei időszakban már most szeptemberben is elkezdődnek nagyobb rendezvények, tehát mi nagyobb rendezvények szervezésében vagyunk jelenleg. Tisztelőkön lesz október 3-án a Hottent -tel Kft. telephelyén egy nagy szabású rendezvényünk közösen. Ez egy olyan szakmai nyílt nap lesz, ahol a kamara is részt vesz kiállítóként, de mellette nagyon sok iskola, szakképző, szakképzés mutatkozik be, illetve nagyon sok cél és kiállít azért, hogy a gyerekek minél több területtel ismerkedhessenek meg egy nap. Tehát ezek a nyílt napok arra jók, hogy, hogy az érdeklődésüket felkelthessük. A kamera 2019-ben, Ö, nagyszabású rendezvényeken, VR élményeket használt. És azt gondolom, hogy elég jó hatékonysággal ebben a korosztályban. Tavasszal ezt még szakmavilág kamionos rócsóként jártuk a megyét. És több nagy településen több száz gyereknek volt erre lehetősége. Most uh, kiszálltunk a kamionból, de a VR szemüvegeket visszük magunkkal. Tehát akár a tisztelőki rendezvényünkön, de az október 10-11-i pályaválasztási kiállításon is, amiben pedig a kormányhivatal foglalkoztatási főosztályával együttműködve, a kiállításon is ott lesznek a VR szemüvegeink. Ezekben a VR szemüvegekben igazából négyféle szakmacsoportba ki tudják próbálni a gyerekek magukat, abban a virtuális térben, ami ők egyébként is szeretnek lenni, játszani. És ebben a négyféle szakma, tehát vendéglátásban, autóiparban, építőiparban és női divat, tervezés, szabásvarrásban van lehetőségük kipróbálni magukat. Ö, ezek nagyon ö, nagy élmények szoktak lenni a gyerekeknek. Úgy gondoljuk, hogy erre lehet építeni utána a kézzelfogható, megfogható szakmákat, hogy mit tesz ehhez egy iskola, mit tud ehhez egy cég tenni, hogyan, hogyan tud ebből foglalkozás vagy hivatás válni. A milyen rendezvényeket, eseményeket ön most felsorolt, ugye azok olyan típusúak, amikor több cég is meg tudja mutatni, hogy mit tud kínálni, mi az, amivel igazából a hétköznapokban foglalkozik, mit termel, mik a fő irányai. Arra van a -e lehetőség, hogy a gyermekek elmenjenek magukhoz? a mesterekhez. A bejátszásban is láthattuk, hogy tehát, hogy test közelből, ahol zajlik a munka, hogy ö, ugye van lehetőségük van. arra is, hogy oda elmenjenek. Ezeken a nagyobb programokon is egyébként ki tudják próbálni sok mindenben a gyerekek magukat, de természetesen a kamarai pályorientációnak egyik nagy területe, hogy a műhelylátogatásokat látogatásokat, illetve céglátogatásokat szervezünk. A megyei vállalkozások, mint ahogy az elején is említettem, nagyon szívesen fogadják a, diákokat, Úgyhogy hát igazából ö, autószerelőműhelytől kezdve cukrászdától, fodrászatot is, is láthattunk, kereskedelmet nagyon szeretik, és, ö, és ezeken a területeken megpróbálunk minél szélesebb körbe betekintést nyújtatni a gyerekeknek az ügyvezető munkakörétől kezdve a raktárig, a, az irodai dolgozónak a szakmai előmenetelébe betekinteni, hol végzett, honnan, hova jutott. Igazából ezek a személyes példák, illetve a cégműkötés, a cégnek a fejlődése, azok az informatikai hátterek, ahogyan a, a, mai munkaerőpiac fejlődik, és a mai cégek fejlődnek. Ezek a gyerekeknek úgy érzem, hogy nagyon fontos, hogy lá... Mert mindenki még úgy képzeli el, hogy a raktáros csak egy targoncával ö, szállít, a csak idézőjelbe tenném, de, de hogy látják, hogy beköltözik a cégek életébe az informatika, a digitalizáció, talán azt hiszem, hogy ezek azok a területek, amivel jobban meg lehet fogni a mai fiatalokat. Ha logikusan próbálok gondolkodni, ugye a gyerekeknél, az év az mindig szeptemberbe kezdődik, és ugye júniusban véget ér. Nem tudom, hogy a pálya orientációban figyelembe kell -e venni ilyen évkezdéseket, vagy tanévkezdéseket. Ez csak azért érdekes, mert ugye ezek a mozgalmas munkanapok, amelyek a tanéven belül zajlanak, de ön említette a beszélgetésünket megelőzően, hogy nyáron pedig kimondottan táborok keretében ismerkedhetnek a gyermekek a szakmákkal. Igen, évről évre a kisvakon táborral dolgozik együtt a kereskedelmi és iparkamara, és ott is pályaorientációs programokat szervezünk, nagy részt a céglátogatások a nagyon népszerűek, amikor a nyári tábor élmény mellett azért egy picit fertőzzük őket egy-egy szakmával, és játékos interaktív programokkal fel is dolgozzuk az ott látottakat. Itt az előkészítésen, illetve a lezáráson is elég nagy hangsúly van pályorientációs tekintetbe, de én kimerem jelenteni, hogy nagyon élvezik a táborozók is ezeket a programokat. Az utolsó kérdésemben arra szeretnék rákérdezni, hogy nagyjából meg lehet-e azt mondani, vagy akár konkrétan is, hogy ezt egyesztendő alatt nagyjából hány gyerekkel tudnak kapcsolatba kerülni ilyen kezdeményezéseknek köszönhetően? Hát a tavalyi évben több mint három ezer gyerekkel foglalkoztunk, én és a kolléganőm ketten végezzük ezt a feladatot a kamarában. Azt hiszem, az idei évben ez a szám is, ö, ezt a számot is meg fogjuk haladni. Tehát ö, azért jellemzően több száz és több ezer gyerek az, aki egy évben a kezeink között. Ő megfordul, vagy a programjainkon megfordul, de azért emellett kisebb, rendez... kisebb programokba is részt veszünk, mint osztályfőnöki órákon, iskolai rendezvények, hogy minél közelebb kerülhessünk a gyerekekhez döntéseik előkészítésében. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és hogy tájékoztatást adott a kedves nézőknek.